Az Agrofit Etosas NB1B-s csapatának igazi otthona a magvasi csarnok, a körülmények azonban úgy hozták, hogy második hazai bajnokiukat sem ott játszották a fiúk. Az idént az Audi arénában győzelemmel kezdték a zöldfehérek, majd Vácon is nyert a csapat. Az egyetemi csarnokban ezek után következhetett a Telekom Veszprém U21-es gárdája elleni rangadó, amelyen a szezon eddigi legálmosabb kezdését produkálta a Győr. A vendégek a 18. percben már 7 góllal vezettek, ekkor változott a játék képe. Az Eto védekezésben hozta az előző meccseken látottakat. Pulai remek teljesítménye a kapuban, valamint a zsinórban szerzett 5 gól visszahozta a meccsbe Deáki István együttesét, amely a szünetig egyenlített, 14-14 volt az állás az első 30 perc végén. A második félidőben egy 5 perces veszprémi gólcsend nagyjából meghatározta a játék képét, a Győr jól védekezett, a vendégek pedig futottak az eredmény után, igaz, mindig behozható távolságban tudtak maradni. A vége rossz kezdés után 3 gólos Eto siker lett, 26-23-ra nyert a Győr. A Szese eddigi 100%-os mérleg ellenére sem egyedül vezeti a tabellát, hiszen a Nekasz szintén 3-at nyert 3 meccsből. A Győr következő mérkőzését szombaton játssza a pécsi VSE otthonában. Érdekesség, hogy a csapat a Magyar Kupában is a pécsiekkel került össze a második fordulóban, itt a hivatalos játéknap október 17-e.